A építőiparban a palát leginkább a tetőfedésre, palatetőként használták az 1930-as és 70-es, 80-as évek között. Lakóépületek, családi házak, magas tetős társasházak és középületek esetén leginkább a síkpala volt elterjedt, míg melléképületek, mezőgazdasági és iparépületek esetén pedig a hullámpala vált elterjedté. Amit még érdemes ezekről tudni, hogy 1930-as és 1980-as évek között azbeszt tartalommal készültek ezek a cementpalák, azbeszt cement palaként is ismerjük őket, aminek a 90-es évektől ismerte fel a szakma, hogy sajnos a benne lévő azbeszt szálak, ásványi szilikát alapú szálak egészségre kártékony, rákkeltő hatásuk van, és emiatt ezeknek a használatát ma már törvény tiltja. A második világháború és a 70-es, 80-as évek közötti szocialista érában több százezer számú olyan épület készült, amely nagyon egyszerű alaprajz, körülbelül 10x10 méteres nézetalaprajzon, típustervek alapján készülő egyszerű sátortetős, gúlaformájú tetővel rendelkezett. Ezeket ma a szakirodalom és a népnyelv is kádárkockaként emleget. Ezek közül is nagyon sok készült síkpalával. Abban az érában ez az egyik legolcsóbban előállítható termék, közkedvelt tetőfedőanyag volt. A síkpalával fedett épületekről azt kell még tudni, hogy a évek során 20-30-40 éves korukra egyrészt az anyag természetes öregedése, másrészt környezeti hatások, időjárási viszontagságok, gondolok itt jégeső, szélvihar, fagykárokra, amortizálódik az anyag, repedezik, törik, mohásodás jelenik meg, aminek elsődleges problémája, hogy beázás veszélyt okoz, romlik a tetőfedés vízzárósága, míg járulékos hatásként sajnos azt is meg kell állapítani, hogy az azbeszt szálak ezáltal a károsodás, roncsolódás révén levegőbe is juthat, ami veszélyes hulladék révén sajnos egészségre kártékony hatású. A régi palattetőkre alapvetően kétféle felújítási lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy lecseréljük, elbontjuk és egy teljesen új korszerű tetőfedőanyaggal helyettesítjük. A másik, hogy a meglévő szerkezetek és fedés megtartása mellett, amennyiben az megfelelő állapotban van, bontás nélkül egy teljesen új távtartó alátámasztó szerkezetet és arra egy új tetőhéjazatot építünk. Azt kell még tudni, és azért is érdemes idejében felújítani a palatetőket, mert hogyha már egy olyan szintet ér el a károsodás, hogy töredezik, repedezik, roncsolódik, amikor az említett egészségügyi problémák miatt levegőbe kerülhet az azbeszt szál, akkor annak elbontása és elszállítása már csak szakember által arra specializált és hivatalosan engedélyezett cégek képesek, amelynek költsége több százezer forintra is rúghat egy adott épület esetén. És ennek megfelelően, hogyha még idejében ilyen állapot előtt megtörténik a felújítás, akkor mondhatjuk, hogy még a helyén maradt bontás nélküli palára felépíthető az új tetőhéjazat, és ezáltal tulajdonképpen szinte ennek a bontás és elszállítás költségeinek az árában történhet az új beruházás. Mivel ezek az épületek eredetileg is a palafedésnek megfelelő önsúlyú szerkezetekre lettek méretezve, ezért nagyon fontos, hogy minél kisebb plusz teherrel terheljük meg a meglévő szerkezeteket, különben költséges megerősítésre lenne szükség. A lindab bevonatos acél könnyű szerkezetes termékek nagy előnye, hogy tűzihorgányzott nagy szilárdságú acéllemezből készül, ami biztosítja a nagyfokú mechanikai ellenálló képességet, tartóságot, az elemek csatlakozása miatt tökéletes vízzárást, beázásmentességet a tetőnek, valamint, ami a felújításoknál kifejezetten előnyös, hogy könnyű súlya rendelkezik, kicsi az önsúlya, illetve gyors szerelhetőséget tesz lehetővé. A kis önsúlya révén a meglévő szerkezeteket, terhordó szerkezeteket, alapozás, terhordó falazat, tetőszerkezet nagyon kis puszterhet jelent a könnyű szerkezetes tetőhéjazat ráépítése, úgyhogy ezáltal minimális vagy elhanyagolható többletterhet kap, szemben mondjuk egy nagyobb súllyal járó technológiával.